napokban két igazi sportcsemege is várja nézőinket. Köszöntöm Önöket, a Pécs TV sportműsorát látják. Az öltöző vendégei ülési sorrendben Rab József, illetve Kötlinger Lajos, és természetesen a két téma, a két sportcsemege, amiről beszélni fogunk, az a magyar-kínai női kosárlabda válogatott mérkőzés, illetve a Magyarország-Németország ökölvívó válogatottak összecsapása. Időrendi sorrendben fogunk haladni, az első összecsapásra pénteken kerül sor, amikor is a kínai válogatottat látja vendégül Rádh Géber László szövetségi kapitány gárdája a Lauberteső sportcsarnokban. Hogy kerül ide Magyarországra és azon belül is Pécsre egyáltalán a kínai válogatott? Hát két hónappal ezelőtt megkeresték a Magyar Kosárlabda Szövetséget a kínai kosárlabda szövetség vezetői, és az európai turnéjuk egyik állomására, illetve hát partnerének érték fel a magyar válogatott csapatot. Eredetileg kettő mérkőzést terveztek, egy hivatalos nemzetközi mérkőzést és egy zárt kapus mérkőzést, ami időközben háromra bővült, és ennek az egyik, illetve két mérkőzésnek a helyszíne a pécsi városi sportcsarnok, illetve a pécsvári csarnok. A harmadik mérkőzés az hétfőn Sopronba kerül megrendezésre. Nagyon örülünk, hogy a szövetségnek ránk esett a választása Pécs városára, így ugye a hosszú kosárlabda szünet után újból rangos kosárlabda esemény van a városban, illetve a megyében. A magyar szakvezetés mit vár egy ilyen összecsapástól? Azért elég egzotikusan hangzik. Hát igen, az időpont egy kicsit szokatlan, mert mint köztudott a magyar élcsapatok egy héttel, illetve ezen a héten kezdték meg a felkészülést, de minden bizonnyal a magyar válogatottnak a nagy hasznára válik, hogy egy ilyen 3-4-5 napos összetartással át tudják ismételni azokat a tavasszal tanult dolgokat, amit ugye gyakorolva föl tudnak használni az őszi Európa bajnoki selejtező mérkőzéseken. Gyaníthatóan komoly lesz az érdeklődés majd, főleg itt Pécset, a Lauberteső sportcsarnokban, már csak azért is, mert kosárlabdát rég láthattunk Pécset, legalábbis ahhoz régen, hogy sok ember kimenjen. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy hát ugye pécsi érdekeltségű játékosok lesznek a válogatottban. Kikre számíthatunk? Igen, hát ugye az köztudott, hogy a MIZO PVSK az idei bajnoki évre alaposan megerősödött, ami azt is mutatja, hogy a válogatottnak a zömét pécsi játékosok alkotják szám szerint 6-an. Ebből a két összecsapáson 5 PVSK-s játékos fog szerepelni. Az előzetes hírek szerint ebből az 5-ből 4 a kezdő ötösbe is helyet kap. Mi is nagyon bízunk abban, hogy ha nem is a megszokott MIZO PVSK-s tehet lelátók előtt, de szép számú közönség előtt kerülnek levonyolításra a mérkőzések. Mi az, amit tudhatunk a vendégcsapatról, mennyire lesz kemény a mérkőzés? Hát nagyon sok információnk nincsen, mert nagyon szűkszavúak voltak a levél, illetve a fax és e-mail váltások. Ha abból indulunk ki, hogy Kína az ország, illetve a világ legnépesebb országai egyike, hanem a legnépesebb, a kosárlabda kultúrája szintén hatalmas tömegbázison nyugszik. Biztos, hogy nagyon jó válogatottal fognak érkezni. Hogy milyen formával és konkrétan milyen erőt képviselnek, azt nálunk derül ki Magyarországon, mert ma 9 órakor érkeznek egyenesen Kínából Zürichen keresztül Budapestre, és holnap a mérkőzésen látjuk őket mi is élőben. Néhány technikai paraméterrel szolgáljunk a nézőknek, hogyha ki szeretnének még fáradni pénteken a csarnokba. Egyáltalán kapható-e még jegy? Természetesen elővételve a Városi Sportcsarnok portáján, úgy a pécsi mérkőzésre, mint a pécsváradi mérkőzésre elővételve kapható jegy. A pécsi mérkőzés 600, illetve 400 forintos jegyárral, a pécsváradi 500 és 300 forintos jegyárral. A kapukat, miután mind a két mérkőzés pénteken és szombaton 18 órakor kezdődik a két helyszínen, 16:30 nyitjuk, és a helyszínen is még reméljük, hogy lehet kapni jegyet.
Mit ismerünk a kínai válogatott további programjából? Azt tudjuk, hogy ugye Pécs-Várad, illetve utána Sopron. Igen, utána egy európai körúton vesznek részt, aminek az első állomása egy szlovákiai nagydíj lesz. Aztán tudomásom szerint Lengyelországba edzőtáboroznak, illetve hát elképzelhető még egyéb programjaik is, de ez, amiről tudomásunk van. Gyaníthatóan izgalmas mérkőzésre számíthatunk pénteken is és szombaton is. Köszönjük szépen az információkat, és mint említettük, ezzel még mindig nincs vége az érdekességeknek és a válogatott összecsapásoknak. A magyar válogatott ellenfele a német válogatott lesz ökölvívásban, aminek a helyszíne ugyancsak a Lauberdező sportcsarnok, az időpont pedig vasárnap. Mikor lesznek pontosan a találkozók? Köszöntöm a televízió nézőit. Valóban gazdag program lesz, vasárnap délelőtt 10:30-kor kezdődik a Magyarország-Németország ökölvívó mérkőzés. Annyit kellene elmondani, hogy Pécset ez a második válogatott mérkőzés, mert nagyon rég volt, 1975-ben volt a Magyarország-Franciaország válogatott mérkőzés, ahol igen szoros mérkőzésen 12-8-ra a magyar válogatott győzött. Most olimpia utolsó felkészülési állomása lesz Pécs. Innen a csapatok már edzőtáborba vonulnak és készülnek Sydney-i utazásra. A magyar csapatban a válogatott Lakatos 48 kilóban nem mérkőzik, mert a német válogatott nem hozott 48 kilós súlycsoportban sportolót. 10 mérkőzés lesz, és talán egy nagyon kedves színfoltja lesz még ennek a válogatott mérkőzésnek, hiszen Pécs évek óta, 1988 óta ad egy nehézsúlyú válogatott öklözőt, Hart Pétert, akinek ez lesz a búcsú mérkőzése a válogatottól. Hart Péter 7-szeres felnőtt magyar bajnok volt, 3-szoros ifjúság és junior bajnok, és egy alkalommal Európa bajnokság 3. helyezettje. 1988 óta a ringbe élt, és ezzel búcsúzik a válogatottól. Minden bizonnyal igazi kuriózum lesz majd igen látni őt az utolsó. Igen, 6. mérkőzésként fog szorítóba lépni, és utána történik egy kis ünnepség, amivel elköszönünk a válogatott boxolótól. Mi a németek programja, honnan érkeznek? Német programja, Magyarországon volt a edzőtáborban a magyar csapattal, Tatán. Pénteken egy mérkőzést öklöznek Szekszárdon a magyar válogatottal, és Pécsen a második mérkőzést, és ezzel ők is befejezik a felkészülést, és indulnak haza, ahol otthoni további felkészülés várható rájuk. Az előrejelzések szerint milyenek az erőviszonyok? Ez magánvéleményként mondom el, az erőviszonyok úgy kiegyensúlyozottak. Én bízom abban, hogy egy kismértékű magyar győzelem lesz. 25 éves jubileumra nem is volna olyan rossz tudni. Igen, mivel 25 éve ezelőtt volt utoljára magyar válogatott mérkőzés Pécset. És ugyancsak, ahogy az imént Józseftől szeretném, hogyha valamiféle technikai információkkal ellátnánk a nézőket, jegyeket hol lehet kapni? A jegyeket szintén a csarnok portáján lehet kapni, elegendő jegy áll rendelkezésre, mert küzdőtéren is lesz ülőhely, és 500 és 300 forintos belépőjegyek lesznek, a felnőtteknek 500, a diákoknak, nyugdíjasoknak 300 is, a küzdőtéri nézőknek pedig egy magasabb, drágább hely ár lesz. Köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba, és hölgyeim és uraim, mint látjuk, nem fogunk szenvedni, hiányt szenvedni érdekes sporteseményekbe a hétvégén, sőt már pénteken sem.